A 15 perces város, mit jelent ez? A következő években 15 perc alatt átjárható úgynevezett alacsony kibontású zónákat kell létrehozni a nagyvárosokban, szavazta meg az elmúlt héten a parlament. Itthon és világszerte is felütötte a fejét az abbéli riadalom, hogy ez talán gettósítást jelenthet. Nézzük, miről van szó. Misztor Dániel a vendégem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt el is mondom, hogy építőmérnök, ingatlanfejlesztési vállalkozó, az RMDS volt kolozsvári önkormányzati képviselője, a Szövetség Otthonos Kolozsvár város programot kidolgozó csapatának tagja vagy. Ezt elmondom, hogy értsék a nézők, hogy abszolút szakavatott a témában. Mindenek előtt magyarázzuk el, mit jelent a 15 perces város? Szerintem a 15 perces város az egy hangzatos név, de tulajdonképpen egy nagyon logikus dolog. Paraszt logikával is az ember ezt csinálná. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a településeket úgy kell fejleszteni, úgy kell ezeket a fejlesztési terveket meghozni város szinten, település szinten, hogy a minőségi életvitelhez szükséges dolgok közelben legyenek, tehát 15 perc alatt elérhessék az állampolgárok, a városlakók, az óvodát, az iskolát, 15 perc távolságra legyen egy park, ahol lehet sétálni, legyen egy uszoda, tehát szerintem itt talán az egyedüli egy csavar a dologba, kettő van talán. Az egyik az autós forgalom visszaszorítása, na ez lehet nem jön paraszt logikával. És a másik az, hogy egy ember skálájú, ember léptékű település képet szeretnének kialakítani Európa szerte. Tehát ez a kettő talán ami változás, a többi az... Ez tulajdonképpen eddig is logikus ésszel. Igen. Vonzónak tűnik, viszont nehezebben megvalósíthatónak, főleg itt nálunk. De honnan ez az ijedelem? Nem csak itt nálunk Romániában, hanem világszerte gettósításról beszélnek. Azt mondják például, itt nálunk is Romániában az AUR szószólója azt terjeszti, hogy a lakók engedélyt kell majd kérjenek, hogy elhagyhassák az adott városrészt, ahol laknak. Például a PESZED elnökét Jászban arra kérték, hogy akadályozza meg ezt a zöld város bevezetést. Tehát mitől alakulhatott ki ez, hogy az emberek félnek? És nem csak nálunk Romániában, nyugaton is terjengenek ezek a konspirációs, úgymond konspirációs elméletek. Hát én úgy gondolom, hogy ennek talán két alapja van. Az egyik az ismeretlentől való félelem, ami egy természetes dolog, tehát szerintem sokan félnek attól, hogy milyen változásokkal járhat ez a koncepció. Illetve a másik az pedig kevésbé ártatlan, ugye mindig a közéletben vannak tematizálva bizonyos dolgok, és akkor bizonyos politikai erők meglovagolják, az adott témát, és akkor mindenki hasznot próbál húzni belőle. És én nem vagyok meggyőződve, hogy az AUR-nak az elsődleges szempont egy építő jellegű hozzáállás volt az adott kérdéskörhöz. Szerintem az AUR az pontosan tudja, hogy kik szavaznak rá, és próbálja a szavazatszámot maximalizálni ezzel, a népszerűségét növelni. Mondom, ez az egyik rész. A másik rész, egy átlagembernek pedig, ha félelmei vannak, akkor az természetes, és talán azért jó, hogyha sok vita van erről, hogy jobban megismerjék, és ezáltal a félelmük feloszlódjon. Ezért vagyunk itt, ezért beszélünk erről, és akkor most mondjuk el, hogy pontosan mit tartalmaz a szerdán elfogadott, ugye kihirdetés előtt álló jogszabály. Hát a jogszabály, itt most azt kell tudni, hogy ez irányelveket fektet le, tehát ez még közvetlenül az állampolgárokat nem érinti, a lakosokat nem érinti, ez a helyi önkormányzatoknak, a helyi vezetésnek szabja meg az irányt. Tehát ezt követően helyi szinten fog kelleni hozni tanácshatározatokat, fog kelleni a stratégiai terveket ehhez igazítani. És akkor most beszéljek egy picit az irányról. Hát tulajdonképpen a 15 perces város koncepció, az annak 7 fontos alapja van. Az egyik a közelség, tehát hogy 15 percen belül elérd a dolgokat, a másik a sűrűség. A sűrűség az azért fontos, mert
olcsóbb minden, hogyha sűrűn laknak az emberek. Ez megint egy olyan vitatható kérdés, hogy ezzel nő-e az életszínvonal, vagy csökken a sűrűséggel. Igen, akkor nagyon fontos az emberskálájú város, tehát hogy úgy nem az autósok, nem a vezetőnek a szemszögéből közelítik meg a város, hanem az emberek. Gyalogosok. És itt ez Kolozsváron már zajlik, elég, hogyha a Farkas utcát nézzük, elég, hogyha számos olyan teret nézünk, a Szamos partját, a sportcsarnok körüli teret, ahonnan ki fogják szorítani a parkoló autókat. Tehát tulajdonképpen Kolozsváron már 2014 óta zajlik ez az irány. Most tulajdonképpen egy olyan változás történt, hogy országos szinten hoztak egy törvényt, amihez kénytelen lesz igazodni minden helyi önkormányzat. De ez tulajdonképpen már egy szűk 10 éves folyamat Európai Unió szintjén. Tehát itt nálunk 13 nagyvárosról lesz szó első lépésben? Igen, úgy tudom, hogy igen, most nem tudnám felsorolni őket. De Erdélyben, tudja, Kolozsvár, hogy... Brassó, igen. Temesvár, Nagybánya, talán ez a négy város. Egész Európai Unió szintjén próbálják visszaszorítani úgymond a gépkocsi forgalmat, és Nyugat-Európában már megtapasztalható a 15 perces város, hogyan működik. Igen, ez már egy régi történet. Lehet nem volt így megnevezve, hogy 15 perces város, de már régóta... De a koncepció ugyanez. A koncepció, igen. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy nagyon költséges, hogyha az emberek saját autóval járnak. Tehát költséges az egyénnek is, mert drága az autónak a karbantartása, az üzemanyag. Költséges a közösségnek is, mert nagyon, nagyon komoly infrastruktúrát kell építeni ahhoz, hogy minden lakó saját autóval közlekedhessen. És ha belegondolunk mélyen, tulajdonképpen nem egy jól működő rendszer, egy jól működő település esetében nem lenne nekünk fontos autót használni. Tehát itt tulajdonképpen az a nehéz, és most ez nehéz Kolozsváron már egy pár éve, és lesz a következő években, 5-10 évben nehéz, amíg kialakítod az alternatívát, tehát amíg fejleszted annyira a közszállítást, hogy tényleg alternatíva legyen, amíg kialakítod a bicikli úthálózatot, hogy tényleg alternatíva legyen, és sorolhatnám a parkolóházakat, mert csomó parkolóház kell ehhez a koncepcióhoz, amíg ez a váltás megtörténik, az viszont... mentalitáson is változtatni kell valahogy, tehát az emberek mentalitásán, mert azon is épp olyan nehéz változtatni, mint parkolót építeni, szerintem. Én szerintem abban a pillanatban, amikor jobban megéri, kényelmesebb mondjuk egy autóbusszal vagy biciklivel bemenni a munkahelyre, biztonságos, kényelmes, abban a pillanatban ez a mentalitásváltás elég könnyedén fog jönni. Volt szerencsém az elmúlt hónapokban több időt tölteni Budapesten, és el kell mondanom, hogy Kolozsváron, tehát a város nagyon-nagyon sokat fejlesztette Kolozsvár a közszállítási rendszerét, igen. De hát Budapesthez képest messze-messze le vagyunk maradva. Tehát Budapesten tényleg nagyon egyszerű, sőt az esetek többségében könnyebb közszállítási eszközt használni, eljutni A pontból B pontba, mint Kolozsváron. Tehát itt azért még nehéz. Van-e itt egy meghatározó időtartam, hogy meddig kell ezt megvalósítani, elérni? Hát ott van például 2026, addig igen. A települések elvileg a stratégiájukat, a városfejlesztési terveket, településrendezési terveket, ehhez a koncepcióhoz kell igazítsák. Ismétlem, Kolozsvárnak már nagyjából ehhez van igazítva, tehát Kolozsváron a igen, változás talán... Igen, de még mindig nem működik, tehát azért... Hát igen, mert egy nagyon hosszú... beszélhetünk 15 perces városról Kolozsváron. De én pont erről beszélek, hogy igen. Most megszületett egy törvény, igen. Amihez kell igazodjanak a helyi települések a szabályzattal, és csak tehát a szabályzatnak az egy hosszú éves folyamat lesz, amíg azt érvénybe léptetik, tulajdonképpen az csak arra vonatkozik, hogy amikor én felújítok egy teret, akkor mit kell figyelembe vegyek, amikor én építkezési engedélyt bocsátok ki, mit kell figyelembe vegyek, és hasonló igen. Dolgok. Tehát itt példaként említsük meg, hogy teszem azt, valaki a Györgyfalvi negyedben lakik, tehát ott 15 percen belül kellene lennie elérhető uszodának,
elérhető sportpályáknak, elérhető mozinak, bevásárlóközpontnak, stb. Igen, és csak gondoljunk tehát bele, hogy nem csak a Györgyfalvi negyed van Kolozsváron. Hát mondtam hanem, példaként. Tehát... Igen, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz. Vannak, tehát van már ez az irány, ugye a Györgyfalvi negyedben megnyitották pár éve a sporttelepet, a Monostoron ez a... Igen, de úszoda például még mindig úszoda nem, de a Dónás negyedben nyitottak egy úszodát. Itt van, igen. Igen, de nagyon-nagyon hosszú idő lesz, amíg mindezt megvalósítják. Most ami érdekes, és ami talán elsőre kellemetlenül érinthet sok embert, az amikor effektíve, tehát egyre határozottabban fogja a városvezetés az autókat kiszorítani a központból. Ugye kezdődött, hogy a parkolóknál megemelték a parkolódíjakat, nem csak az, hogy megemelték a parkolási díjat bent a központban, hanem effektíve nincs lehetőséget bérletet kötni, tehát maximum 2 órát ülhetsz bent. Utána kezdték kiszorítani őket, megszüntetni a parkolóhelyeket. Körbe még nem épülnek a parkolóházak olyan ritmusba, amilyen ritmusba kellene. Tehát... És akkor most jön a következő lépés, hogy egy időn belül nem is mehetsz be, tehát plusz pénzt kell fizessél ahhoz, hogy bemenjél az autóval egy meghatározott övezetbe. Azt még nem tudom, hogy mit fog, milyen döntés hát fog hozni. Hát itt most felháborodás elsősorban az autósok részéről. Hát igen. Sokan közlekednek autóval, igen. Fognak kiváltani ezek a szabályozások. Igen, 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 ez eddig is, és továbbra is így lesz. Ugye azok, akik, mit tudom én, elektromos autót vásároltak, azok, akik hibrid autókat igen. vásároltak, azok valószínűleg bemehetnek majd, viszont az, akinek nincsen erre költségkerete, és mondjuk egy 5 éves dízellel működő autója van, azt már lehet, most nem tudom, hogy hol lesz meghúzva a határ, mert így pontszerűen nem ismerem a törvényt, de a lényeg, az irány az, hogy fokozatosan kiszorítsák az autót. Igen, és az önkormányzat feladata, tehát parkolókat biztosítani, stb. Igen, az ön... Ahhoz, hogy az autósok számára élhető maradjon a város. Igen, és nem csak parkolóházakat, hanem ott van például a csatlakozhatóság is a 15 perces város alapelvei között, tehát például ehhez tartozik a körgyűrű. Ehhez tartozna a metró projekt, hogyha sikerül megvalósulni. A körgyűrű 20-valahány éves projekt, ez, és még mindig nem valósult meg, igen. Hogyha ezt a koncepciót igen. meg lehetne valósítani itt mondjuk 2-3 év alatt Kolozsváron, akkor itt teljesen megváltozna az életminőségünk, viszont sajnos itt nem évekről, hanem talán évtizedekről beszélünk. Hát csak még röviden említsük meg Százfenes példáját, tehát Románia egyik legnagyobb lakónegyede, több mint 50 ezer ember jár be naponta Kolozsvárra, megbénítva tulajdonképpen a forgalmat. Igen, és most ez a törvény, mondom, tartalmaz olyan részeket is, ami paraszt logikám is nagyon egyértelmű, de sajnos nem volt eddig így. Tehát például most 2026-tól a Feneshez hasonló községek igen. kötelezve lesznek arra, hogyha építkezési engedélyeket bocsájtanak ki, nőni fog a lakosuk száma, akkor nekik kell fejleszteni a város egyéb adottságait is, kell kórházat építsenek, kell iskolákat, óvodákat, parkot, uszodát, tehát hogy tulajdonképpen ami józan észre is menne, ezek mind benne vannak ebbe a 15 perces koncepcióba, ebbe a törvénybe. Talán 2 dolog van, ami vita téma lesz, az az autós forgalomnak a visszaszorítása, és mondom, az emberskálájú dolog is erről szól, mert volt egy csomó szoborvita a Kolozsváron, és még lesznek, ha megfigyeljük az új szobrok, már nem nagy talapzaton vannak, nem monumentálisak, nem a központi hatalomnak az erejét hivatottak szolgálni, hanem inkább az a lényeg, hogy mellé álljál, átöled, magad mellett érezd, és akkor ugye ez a koncepció egyéb vitákat is gerjez, de tulajdonképpen ez is erről szól. Tehát az, hogy egy emlékművet milyen koncepció alapján állítunk fel. Az a lényeg, hogy nézed, tiszteld. Vagy a magadénak érzed, vagy a magadénak. Közel érzed igen. magad hozzá. Igen. Hát Isztor Dániel, nagyon roppant érdekes dolgokról beszéltünk, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hát reméljük, hogy ez a 15 perces város, hogyha már... beszéltek róla, és a parlamentben is szó van róla, hamarosan megvalósul nálunk is. Na, én is reménykedem. Egy olyan 10 éven belül? Nem mondanék. Hamarabb. Nem, szerintem fokozatosan, 10 éven belül nem lesz még megvalósulva.
De jó úton járunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.